Sziasztok, Marika vagyok. Halászlé fog készülni, azért mert kértétek, hogy megnéznétek, ugye a halvásáros videómnál mutattam, hogy vettünk halat, és halászlének is vettünk. Adtak, mit tudom én, erre nem volt ráírva, egy halfej van itt, minden meg van pucolva. Ezek meg ilyen vörös húsok. Mit tudom én, mi ez? Fogalmam nincs. Itt pár darab ponyszelet van, ilyen, ami ilyen csontos volt, mert ugye vettem külön bele a halászlébe ilyen nagy ponyfilét. Látjátok, 30 darab ez ekkora, ez ilyen 9-10 centi hosszú, és olyan 3 centi, meg 1 centi vastagnál több. Na, ez szerintem elég lesz 10 embernek. Szerintem, vagy inkább 12-t kell venni, de bőven elég, mindenkinek 3 szelet jut, hát a kisgyerek még egyet se eszik meg. Most így gondolkodtam rajta, elég veszélyes is, de hát ugye eszembe jut, hogy én 7-8-9 évesen bizony ma ettem, őriztük a telnek, hát aztán ott ettünk mi annyi halat, még békát is. No, a fiúk azok megcsinálták, aztán megsütöttük. Jó, képzeljétek el. De hát ez ma ugye nagyon régen volt már, 55 évnél több. Na, én úgy szoktam csinálni, úgyhogy azt akkor nézzétek még ezt a videót, ha érdekel benneteket, mert én nem úgy csinálom, ahogy kell, hanem ahogy én szoktam. A víz nem elég, de hát félek, hogy a halat belerakom, és nem fog elférni. Ott még van körülbelül egy másfél literre való, ami még kellene, hogy bőven elég legyen, de ugye ez is egy kicsi súly, vagy tömeg, úgyhogy meg hát a hal is passzírozva lesz, abból is jön ki. Úgyhogy ha ez tele lesz, szerintem akkor bőven elég lesz. Na, ez saját eltett lecsó, ebben nincs tartósító, úgyhogy ezt azzal kezdem, hogy kettőt ide beleburítok. Halászlé kockám nincs, úgyhogy az nem fog vele kerülni. Hazittem volna, azért nem vettem, de hát nincs. Lehet, ugye egy is elég lett volna a lecsó, de most ebben nincs más, ugye csak paprika, paradicsom. Semmi más nincs ebben a lecsóban. Meg só. Se olaj, semmi. Úgyhogy lesz hozzá egy csomó darált paprika, és én azzal szoktam kezdeni, hogy ennyi körülbelül, hát ez elolvadva egy evőkanálra való zsírt rakok bele, hogy a paprika fogjon. Mert ha nincs zsíradék, a paprika nem fog fogni. Úgyhogy ez így a fakanállal együtt itt melegszik. Fokhagymát is rakok, ezek nem nagyok, kicsik. Sőt, el is vágom őket. Két felé lakolább. Ezt mindent egyszerre bele az elején. Ezek a hagymák, itt néztek nagyot, aki még nem látott ilyen hagymát, ugye. Ezek olyan hagymák, már mondtam egy pár videóban, de akik ugye nem nézitek a csatornámat, nem tudjátok. Sonka hagymát vettünk, még soha nem vettünk ilyen sonka hagymát. Voltak között ilyen hatalmasok, 15 centi nagyok. És képzeljétek el, amikor úgy gondoltuk megszáradt, akkor felvittük a padlásra, és az összes kicsirázott. Na, nézzétek meg, mi ez. Ezt is kicsit elvágom, hogy ne legyen ilyen nagy darab. Megpucoltam, amennyire tudtam. Aztán a halat is teljesen megmostam, a férjemnek kiszedettem a szemét, mert a pontnak behagyták a szemét, hát én olyan mimóza vagyok, én ilyet nem merek megcsinálni. Hát a muszáj lenne talán, de akkor se inkább lehet belefőzném. Láttam valakit, aki belefőzte bizony valamit. Vacsora csatába belefőzte a halnak a szemét a halászlébe. Na, eddig így néz ki. Ez egy ilyen hatalmas, nem jön le a hagyma a kezemre, hatalmas kanál, ilyen rizskiszedő, nem evő kanál, az duplája. Na, azzal egy ilyen jó sokat belrakok. Hát még egy kicsit. Nem sajnálom, egy gyönyörű paprika, ez a miénk, tavalyi, az idén nem volt. Egy evőkanál sót, annyi biztos kell, még kevés is lesz.
Jó, és akkor most belerakom a halat. Aztán fölteszem főni. Hát nem tudom, hogy szoktak-e borsót, esetleg tekerhetek bele, mintha nem raktam volna soha. A halat is, a halfejet, a ponyfejet száján, a kopoltyú, vagy mi ez, azt is kimosattam, itt bent is, ennél jobban nem. Én akkor szoktam érezni, hogy kész a hal, vagy akkor állapítottam meg, ha hogy kész a hal, ha a halnak a feje teljesen szétment. A csontról teljesen leválik a hús, és a csontot ki lehet emelni, és az egész át lesz passzírozva. Van két passzírozóm, egyiket tudom, hol van, de a másik kellene, már az egyik ilyen gyümölcsös, ilyen műanyag. Ugye ezt hol találom, meg még azt nem is kerestem. Nézzétek, ez igen sok lett. Lassan kell főznöm, a hal gyorsan megfől ám különben, de lassú tüzen kell főznem, mert nagyon tele lett, pedig még kellene ré. Na mindegy, majd megoldom. Ugye, ha ez megfől, át lesz passzírozva, akkor lesz ez a halhús belerakva. Most már este felé van, karácsony előtt nap. Én akkor megcsinálom, mert karácsony napján én ezzel nem tudok foglalkozni, akkor kell mást sütni, főzni. Ezt így kirakom a hidegbe, aztán éppen lehűl, meg már melegítjük is újra ugye az ebédhez. Úgyhogy meg igen hideg, 10 fok alatti hűtőben eláll ez napokig is. Szoktuk enni, ha magunknak készítettünk kettőnknek, vagy még a gyerekek itthon voltak, 2-3 napig is elettük, úgyhogy nem lesz semmi baja. Na, akkor fölteszem főni. Látjátok már for, már félrebeszéltem, mert ugye a ürölt paprika, darált paprika, úgy keverem, mint a pinty. Na, nem darált paprika volt, hanem őrölt, ugye, amelyik por. Na, lényeg az. A zsírt azt mondtam, ugye, hogy a legelején, azt úgy emlékszem, hogy mondtam, talán más nem beszéltem félre. Na, for rendesen, úgyhogy most meg kell várni, hogy megfőjön. Hát néztem most egy-két a Google-n egy-két receptet, vagyis csak egyet. Na, ne hazudjak. Egyet a Varga Gáborért, azt szoktam általában a Varga Gábor receptjeit nézni, mert az valahogy úgy főz, mint én, meg süt. Úgyhogy ő rakott bele egész borsot, hát egész borsot nem fogok, de egy 2-3 tekerés, vagy egy 5-5. Rakok borsot, de soha nem szoktam borsot bele, de most akkor tekerek bele egy 5-5, többet nem. Aztán majd meglátjuk, milyen lesz az íze. Majd jövök, hogyha kész lesz. Elkészült, egyetlen egy baja van, hogy nem erős, de ugye az unokák véget nem rakhattam bele erős paprikát, mert ugye jó erősen szeretjük mi. Úgyhogy majd mindenki rak magának. Van erős paprikánk is, hegyes erős, meg erős darált. Vagy őrölt? Őrölt paprika, gyerekek, ezt nem tudom. Na, úgyhogy így készül nálunk a halászni, majd mutatom, mert most bele fogom főzni, átpasszírozom, és bele fogom főzni a halszeleteket is. Itt ez az 1000 éves passzírozom, hú, hát ez már nagyon régi, még emlékszek, a Szombathelyen raktunk a 80-as években, már akkor meg volt. Van egy másik, egy műanyag, hát azt nem merném befogni, azt azért vettem, hogy a csipkabogyó legvált. Na, annak vettem, azt passzírozni át, aztán egyetlen egyszer csináltam csipkabogyó legvált, hogy kétszer. Túl sok velem egyszer, aztán nem csináltam többször. Meg olyan az íze, hogy nagyon finom, de nincs mi az enni nekünk. Nem vagyunk, nem azt szeretjük. Szépen átpasszírozom, aztán ugye mikor már a leve jól elfül, akkor ugye tekerem, és akkor átvisz mindent. Vissza, meg majd még átszűröm, mert hát, ha ilyen kisebb szalkák átmennek rajt. Aztán van, aki azt csinálja, hogy leszűri a levet, és úgy ledarálja a csontot, az összes csontot. Azt hiszem,
Még azt is hallottam, hogy étteremben is úgy csinálja. Mert nem tudom, amin fogalmam nincs. Csak amit az ember hall, lehet, hogy fele sem igaz. Így megcsinálom az összeset. Úgyhogy nálunk nagyon egyszerű a halászvé. Annyi minden dolgoztam mellette, még ez elkészült, hogy csuda. Mert nem főztem nagyon gyorsan. Remélem az unokák megeszik, hát tudom, hogy a lányomnál szeretik, de hogy a fiamék ettek-e ilyet, nem tudom. Lehet, hogy bőgni fognak az unokák. Mert ugye nem hiszem, hogy a fiamék ezt csinálnak. De jó nagy haldarabok vannak benn, ezt most meg lehetne enni. Ez biztos kell még vizet raknom, mert amit se lenne elég. Ez még tiszta csont. Szakadott ki az eső szenteste. Hát mondjuk most még nincs olyan túl sok idő. Nem tudom, mit mondtam, mikor álltam neki 4:45-ban. Ezzel végzek, és akkor végeztem. Maradtam fel a karácsonyi videót, ugye aztán óvalig tudtam írogatni, válaszolgatni nektek, mert látjátok, annyi dolgom volt majd este. Mert persze, de már túl vagytok, mire ezt látjátok, meg én is. Na, ezt megcsinálom mindaztán, nem fogom az időtöket, vagy foglalom le. Aztán majd jövök. Ha elkezd forni, akkor belerakom a halszaláteket, amiket besóztam most, akkor, amikor föltettem ezt a passzírozott lét. Nézzétek meg, milyen sok lett. Hát ugye a sürejét még raktam volna, mert nem nagyon van benne a süreje, de nem húsleves. Úgyhogy nem híg annyira. De ugye szoktam sűrűbbre is, csak most a legkisebb lyukot választottam, mivel a gyerekek is van. Elkezdett forni, most beállottam a halat. Hoppa, gyorsan. Fölfor. Hát meg kell főzni a halat, az biztos. Tehát nem csak felforralni kell. Általában akkor már itt uszkálnak a tetején, ha jól emlékszek, ugye nagyon régen főztem, egy éve majdnem. De mindig meg lehet állapítani, hogyha a hal meg van főve. Ez jó sok hal szelet, úgyhogy mindenkinek bőven jut. Ez az edény kisebb, mint amiben főztem. Talán 1-2 literrel is. Egyel biztos. Csak finoman kell mozgatni, mert ugye a hal az szét tud dőlni, hogyha nagyon megföl. Hátjátok, már szépen fehéredik. Aztán majd jól beáros paprikázunk neki, mert mi úgy szeretjük. Hátjátok, ezért kell a zsír, hogy ilyen gyönyörű piros legyen. Mert most még itt tetején ez a hab is. Amit nem lehet leszedni, mert akkor a zsírt is leszedjük vele. Az majd talán elfoly onnan. Hát én körülbelül mindig itt csinálom, nem szoktam én szőrözni. De mindig átpasszírozom, mert különben meg se enném. Még mindig ponyból. Hát mondjuk jobban most a lémásból van. Már csak egy pontszelet volt, nem tudom mi volt az a vörös hús. Nem jártam utána. Ezt a fehér
habot én le lehetne szedni, csak ugye akkor leszedem azt, ami alatta van piros, talán árfolja. Látjátok, mikor már így a hal fönn van eléggé a vízszínén, majdnem mind, az már biztos, hogy megfőtt. Meg úgy meg van keménykedve akkor. Tehát azért még egy pár percig hagyom. De hát ugye, aki akarja, az kivehet egyet, aztán megeszi. Kiderül. De én most nem fogom, mert én tudom, hogy már kész. Már kész van. Még azért egy pár percig hagyom, aztán akkor elosztom két családnak. Mert ugye egyik nap egyik jön, másik nem a másik. Nehogy unatkozzunk, mindig lesz itt valaki. Na, még egy kicsit főzöm, pár percig, aztán majd holnap mutatok valamit a tálalásból. A papa ízlik a halászli. Na. Ízlik a kedvence. Kedvenc. Vissza, ha van az a baj. Erős paprikát is, ugye. Most nagyon jól átaláltad. Mindig. Na, de nem mindig ugyanaz az alapanyag. Ja. Az is múlik. Jába akarsz, az jó, hogyha nem olyan az alapanyag. Most igen. Nagyon jó. Tényleg nagyon finom lett a gyerek. Az unokáknak is íz lett. Talán a fiunknak, a gyerekeinek annyira nem, ők nem nincsenek hozzászokva a halászhoz, de a lányoméknál. Ott aztán mindenki ette. Igen. Van egy erős paprikát is szinte. Igen. Hány éves? Nyolc. Nem szóval, ez már az paprikázt. Lilika azt mondta, hogy én nem szeretem a halászhoz, de azt gondolom éhes volt. Megkóstolta, mind megette. Mm. Meg a, azt hiszem, még a halból is evett, ugye? Mm-hmm. Nagyon finomra sikeredett. Majd még az unokákról lehet, hogy így lesztek be egy kis videó részletet, nem ígérem. Köszönöm, hogy néztétek ezt a videót. Remélem elkészítitek. Hát ez nem igazi halászlé, mert az nem így készül. Lehet, hogy ezt nem is passzírozzák, én nem tudom. Hát, hogyha most megfőzik ott a Tiszaparton, vagy a Dunaparton, vagy Balatonparton, valaki, az nem lesz ott passzírozva, hát de jól van az úgy is. Jó van, de nagyon ízletes, nagyon finom. Sziasztok, írjatok kommentet, hogyan készítitek.